azt üzente vissza. Énekszó töltötte be az alsóvárosi pihenőparkot pénteken délután. Varga Gábor tisztelői, barátai és azok a gyerekek, fiatalok gyűltek össze, akik felnőtté válva is tudatosan cselekednek majd környezetük, élőhelyük a bolygó védelmében. Varga Gábor 2023. augusztusában hunyt el. Neve szorosan összeforrt a Gaja Környezetvédő Egyesülettel, amit elnökként vezetett haláláig, és a Fehérvíz ZRT-nél dolgozott mikrobiológusként. Tette mindezt a környezetért, a természet megóvásáért. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon lelkes, nagyon-nagyon tiszta ember volt, aki nagyon hitt. Hitt abban, hogy a jót azt lehet csinálni, és meg lehet valósítani. Tehát mindenféle olyan dologba belevágott, amiről azt gondolta, hogy ez előre visz várost, országot, Gaját, családot. Varga Gábor emlékét már egy emléktábla őrzi egykori munkahelyétől nem messze, a Felsővárosi réten. A kezdeményezést Székesfehérvár is támogatta. Mint ahogy Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, Varga Gábor elkötelezettsége példaként szolgálhat azok előtt is, akik az emléktáblánál járnak a jövőben. Az ő munkássága, személyisége az nagyon is megérdemli azt, hogy az ő emlékét ápoljuk, hogy fájdalmasan korán ment el közülünk, de így is nyugodtan mondhatjuk, hogy egy teljes és minden szempontból példaértékű és nagyon hiteles életutat, életpályát hagyott itt maga mögött, példát mutatva akár az elméleti, akár a gyakorlati tudásból, a tervezésből, vagy éppen a cselekvésből, legyen szó vízről, legyen szó természet, környezetvédelemről, élővilág ápolásáról, gondozásáról. Varga Gábor sírhelye Révfülöpön fekszik, onnan érkezett a vörös szikla, melyen helyet kapott az emléktábla. Mellette egy tölgyfa áll. Sosem néztem, merre jártam. Felhőknek kiabáltam. Erdő jött. Jaj, be szép, megcibálom istökét. Az esemény zárásaként a jelenlévők az emlékezés virágait helyezték el a kőnél. Varga Gábor éppen az emlékműavatásának napján ünnepelte volna 71. születésnapját.